hogyan tudsz nagy látogatottságot szerezni a YouTube-on? Hogyan tudod elérni, hogy a videóidat sokan nézzék? Ebben szeretnék egy picit neked segíteni, ugyanis a következőt látom. Nagyon-nagyon sokan próbálkoznak a YouTube-bal, elkezdenek videókat feltölteni, csinálnak csatornát, stb. És megakadnak, mert nem nagyon tudnak túljutni azon, hogy néhány tíz, vagy maximum néhány százas megtekintést érjenek el a videóikkal. És hát a helyzet az az, hogy legyünk őszinték, ezek a megtekintések is általában leginkább az ismerettségi körből jönnek, tehát mondjuk Facebookon megosztott YouTube videó, és akkor az alapján megnézik néhányan. Az a helyzet, hogy ahhoz, hogy a YouTube-on Szirágyi Balázs vagyok, amúgy üdvözöllek is, ez a honlapra felcsatorni iratkozz, hogyha még nem tudtad meg. Az a helyzet, hogy a YouTube-on az én tapasztalatom szerint ötféleképpen lehet látogatottságot elérni, tehát öt módja van annak, hogy a YouTube videóidra látogatottságot szerez, és ebből az egyik módszer az az, hogy valóban a feliratkozóknak megjelenített videók. Most az a helyzet, hogy kettő dolog fontos ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy ez az, ami ma már szinte a legrosszabbul működik. Tehát olyan szinten változott az elmúlt, tehát most már azért években a YouTube algoritmusa, hogy sajnos az, hogy valaki feliratkozott rád, még akár a kis csengőt is megnyomta, nulla garancia arra, hogy ő nem hogy megnézni, megfogja a videódat, hanem egyáltalán, hogy megjelenik-e neki a videód. Ez az egyik, amit erről tudni kell. A másik, hogy azok a csatornák, amik általában, amiről az elején beszéltem, így nem igazán mennek, tehát teszik föl a videókat, de minimális a nézettség, azok mindig erre a módszerre alapoznak. Tehát nézd meg egy ilyen csatornának a videóit, és azt fogod látni, hogy az egész kommunikáció a videóban arról szól és úgy zajlik, minthogyha ez egy létező, meglévő közösséghez, magyarul a feliratkozók közösségéhez menne. És ugye ez egy ilyen 22-es csapdája, nincsenek feliratkozók, igazából nincs kihez beszélni, nem is nagyon lehet elérni a feliratkozókat, még azokat sem, akik vannak, de a videókat meg úgy csinálják, hogy mintha feliratkozókhoz beszélnek, és akkor részben ennek köszönhető, hogy ez egy ilyen végtelen, semmit mondó ciklus lesz. Ezzel szemben elmondom, hogy mi az a két lehetőség, vagy mi az a két látogató szerző forrás, nézettség szerző forrás, amire a leginkább lehet alapozni, és hogyha ténylegesen szeretnél látogatókat, ténylegesen szeretnél nézettséget a YouTube videóidnak. Ugye mindegy, hogy egy szakmai csatorna, mint ez, és ténylegesen akár pár ezres nézettség is már nagyon jónak számít, vagy egy valódi YouTuber csatorna, ahol mondjuk magyar nyelven sok tízezres, sok százezres nézettséget akarsz. Ez a két látogató forrás, az egyik az a kereső optimalizálás, ez a YouTube kereső optimalizálás. Tehát nem a Google keresőről beszélünk, hanem kifejezetten a YouTube-nak a keresőjéről, hogy beírnak valamit, és akkor megjelenik az adott videó. Bizonyos területeken, majdnem minden területen amúgy, nyilván a számok azok változnak, de nagyon-nagyon-nagyon durva nézettséget lehet elérni. A másik pedig az ajánlott videók. Ugye ajánlott videókat nagyon sok helyen láthatsz, ajánlott videókat láthatsz, amikor belépsz a YouTube-ra, tehát az is az ajánlott videók, amikor akár mobilon, akár asztali számítógépen csak ott vagy a YouTube-on, és oké, mit nézzek. Ajánlott videókat láthatsz, attól függ, hogy hol nézed a videó, alatt, mellett, adott esetben akár a videó végén, a videó helyén megjelenik. Az a tapasztalat, hogy nagyon-nagyon nagy mértékben kattintanak az emberek ezekre. Tehát nagyon-nagyon komolyan veszik ezeket az ajánlásokat. Gyakorlatilag ezért van az, hogy a feliratkozói bázis ma már igazából nem sokat jelent, mert hogy nem a feliratkozóknak fog téged ajánlani a Google, hanem megvan ennek az algoritmusa, hogy mi alapján ajánl videókat. És ha nem jól csinálod, akkor irgalmatlanul el lehet veszíteni látogatottságot. Tehát mindegy, hogy megnézték a videóidat, hogyha nem téged ajánl utána, akkor gyakorlatilag ott elveszítetted a látogatót. Ha viszont jól csinálod, akkor ugyanilyen módon lehet nyerni, akár elnyerni máshonnan látogatókat. Tehát mondjuk más csatornáknak a
videói alatt. Nagyon-nagyon szuper azt nézni, hogyha az ember ismeri a technikáját annak, hogy ugye ténylegesen hogyan kell megcélozni. Ugye mindenkinek megvan a maga, tehát másféle videó kell az adott ötféle látogató típusra, és másféle célzás, tehát másféle technikai beállítások kellenek. De nagyon-nagyon jó nézni, hogyha az ember tudja azt, hogy ezt hogyan lehet elérni, mert pedig megvan ennek a módszere, és hogy ténylegesen azt látod, hogy hihetetlenül nagy nevű, nagy nézettségű csatornáktól hódítottál el úgymond nézőket, vagy látogatókat. De gyakorlatilag megnéztek ott egy videót, a te videódat, vagy akár videóidat ajánlott a YouTube, átkattintottak hozzád, és már rögtön neked van egy nézettséged, hogyha vagy látok, nézettséged, ezt így mondják, és hogyha ügyes vagy, akkor utána a saját videódnál is téged ajánl. Megmutatom neked ezeket a módszereket részletesen, tehát ahogy mondtam, megvan a... Ugye egyrészt van mind az öt módszer, a másrészt megvan az mindegyiknél, hogy milyen videót kell csinálni, tehát egy picit másféle videót kell csinálni, és azért azt szerintem ebből a videóból is kiderült, hogy az egyik fő lényeg az, hogy nem olyan videót kell csinálni, amit az ember úgy magától a feliratkozóknak csinálna, és nagyon-nagyon sokszor az van, hogy a nagy feliratkozó táború csatornákat vesszük alapul. Ezért olyan videókat csinálunk, de ez nálunk nem működik. Tehát megmutatom neked, van egy online képzésem, mind az öt féle látogató szerzésnél, hogy egyrészt milyen videót kell csinálni, tehát milyen az a videó, ami az adott látogató szerzésre alkalmas. Másrészt, hogy konkrétan technikailag ezt hogyan kell elérni, hogy YouTube fölhozzon. Tehát ez nagyon sokszor, nagyon sokan technikai dolgokat kérdeznek tőlem az online marketing, a kereső optimalizálás kapcsán. Hát most az a jó hírem, hogy a YouTube esetében nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy mértékben, sokkal nagyobb mértékben, mint mondjuk a sima kereső optimalizálásnál, nagyon-nagyon nagy mértékben ténylegesen a technikai beállításokon múlik az, hogy egyrészt például a keresőben fölhozzá, tehát a YouTube keresőről beszélek, ez nagyon fontos. Másrészt, hogy az ajánlott videókhoz fölhozzá. Hogyha érdekel ez a képzés, akkor nézd meg, be fogom linkelni. Ez egy nagyon-nagyon részletes, nagyon-nagyon összeszedett képzés, abszolút a nulláról indul, hogyan indítsd el a YouTube csatornádat, és részletesen elmondom benne mind az öt látogató szerzés, és nagyon-nagyon-nagyon sok mindent még. Nézd meg a részleteket. Pénzvisszafizetési garanciát vállalok erre a képzésre, tehát igazából csalódni nem tudsz, és remélem, hogy találkozunk ezen a képzésen. Hogyha ez a videó tetszett, azért nyomj egy lájkot, megköszönöm szépen, hogy bármi újat hallottál, hasznosat, érdekeset hallottál, stb. Nyomj egy ilyet, hogyha nem tetszett, én azt is megköszönöm, nekem azzal is segítesz. Iratkozz fel, hogyha még nem tetted meg a honlapra fel YouTube csatornára, itt abszolút ingyenes anyagokat kapsz rendszeresen. Bár ahogy mondtam, az, hogy feliratkozol, még nem garancia rá, hogy látni fogod, de egyel közelebb kerülsz hozzá. És nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.